Szeretettel köszöntöm Önöket, nálatok Mizu című műsorunkat látják. Egy igen felkavaró, ám pozitív témával érkeztem a mai napon, és olyan vendégeket szeretnék Önöknek bemutatni, akik példaképként szolgálhatnak mindannyiunk számára. Ebben a műsorban, ha megengedik, akkor én is személyeskedni fogok egy kicsit, hiszen sorstársaimat hívtam meg ebbe a műsorba. Éppen azért, mert a Mellrák hónapja van októberben, és ehhez kapcsolódóan hívtam a mai műsorba vendégeket. Szeretettel köszöntelek titeket, és hát azt remélem ettől a műsortól, hogy mi most egy kicsit fogunk beszélgetni arról, hogy mindannyian betegek voltunk valaha, és hogyan felejtettük ezt el, hogyan lendültünk ezen túl, hogyan lehet élni a mindennapokat, úgyhogy ezt mondjuk egy kicsit elfelejtjük, vagy nem biztos, hogy elfelejtjük, de túllendülünk rajta. Úgyhogy szeretettel köszöntelek titeket. Elsőként Miklós Mariant köszöntöm, akivel hát azt elárulhatjuk szerintem, hogy sorstársak vagyunk, és hát már régóta ismerjük egymást ennek a betegségnek köszönhetően. És hát ugye, hogy vannak ebben jók is, azt majd megbeszéljük. Abszolút. Köszönöm a meghívást. Tukarcs József már volt nálunk itt a Fehérvár televízióban. Annak idején ti feleségeddel kerestetek meg engem. El fogjuk mondani, hogy miért, mert hogy neked is van egyfajta küldetésed. Szeretettel köszöntelek a műsorban, és hát azt el fogjuk mondani majd rólad is, hogy milyen betegséggel küzdöttél meg. Köszönöm a meghívást, szervusz Ildike, és köszöntöm a televízió nézőit is. És itt van Bajzát Krisztián is velünk, aki szintén nem ismeretlen szerintem a fehérvári nézőknek. Én nagy büszkeséggel árulom el nektek is, hogy egyébként Krisztiánnal készítettünk egy filmet korábban, ami média díjas lett, és ő volt az egyik főszereplőnk. Köszönöm, hogy itt vagy, és újra beszélgethetünk. Nagyon szívesen én köszönöm a meghívást. A film sikere nem rajtam múlott, igazából ugye az igaz történetünket mutattuk be egy fiatal hölgyel, aki ugyanúgy sorstársam volt annak idején. Szerencsére jól vagyunk mindketten, azt hiszem ő is, ha minden igaz. Igen, azóta már a második kisfiának adott életet egyébként. Nagyon jó. Hát nem egy egyszerű téma, ami miatt ide hívtalak titeket. Ugye, ahogy elmondtam a műsor elején, Mellrák hónapja van, és ezzel kapcsolatban nyilván nem csak egy sorstársamat szerettem volna megszólaltatni, hanem mindenkit, aki esetleg hasonló cipőben járhat, illetve többeket, akik hasonló cipőben járhatnak. Ugye nem csak a mellrák fontos, hanem az is, hogy a prosztatarák is itt van, és hát naponta szedi áldozatait, ha nem figyelnek oda időben a férfiak, és hát ugye a leukémia is egy nagyon veszélyes betegség, úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni. Én azt ígérem a nézőknek, hogy nem negatívba visszük át ezt a műsort, hanem egy picit érintőlegesen beszélünk azért arról, hogy hogyan csöppentetek ebbe az egészbe bele, a váratlan diagnózisba, és utána szeretném, ha megbeszélnénk azt, hogy most itt ülünk, és mindenki rendben van, és mosolyog, és ez jó. Legyen így. Hát Marian, kezdjük veled. El kell mondanom a nézőknek, ugye hát rólam sokan tudják, hogy én ugye 2015 novemberétől csöppentem bele a, hát ebbe a csúnya szóval fogalmazom már rák témába. Ugye én is érintett voltam, és mi az Onkológiai Intézetben Budapesten találkoztunk, ahol férjeddel voltatok, és ugye milyen férjedet, majd később elmondjuk, hogy ki a te férjed. A férjedet felismertük az én volt férjemmel, és ott így egymással szemezve a folyosón egyszer csak beszélgetésbe kezdtünk, és hát mi azóta tartjuk a kapcsolatot, ugye nekünk ez szerintem hölgyeknek is, de gondolom, hogy nálatok is így van ez, hogy a sorstársakkal tartott kapcsolat az mennyire fontos, mi azért ugye szoktuk egymást erősítgetni. Abszolút. No, hát nagyon röviden meséljük el, hogy akkor nálad hogy jött ez az egész. Hát a kettőnk közti viszonyra még annyit, hogy az előbb beszélgettünk adás előtt arról, hogy ki mikor ünnepli a születésnapját, és ugyebár jó néhány évvel fiatalabb vagy nálam, de hát van egy születésnapunk, amit nagyjából egy időpontra datálunk. Nekem ez 2015. december, ami neked november, és akkor gyakorlatilag a 2016-os év ráment erre a betegségre úgy, ahogy volt, mert januárban volt egy műtétem, aztán februárban sajnos meg kellett ismételni, és a nyár az a kemoterápia jegyében zajlott, a december így évzárásként pedig sugárterápiákkal, tehát naponta jártam fel Budapestre ugye egy hónapig, és akkor tulajdonképpen 2017 óta élek. Olyan életet már sosem, mint előtte,
Mert azért azt tudjuk, hogy ez egy óriási utazás, tehát elindulva attól a ponttól, amikor ugye megkapjuk a hírt, és azt mondjuk, hogy na ne, hát ez velem biztos, hogy nem történhet meg. Tehát innen indulunk, és aztán hát nagyjából a pokol bugyrait bejárva eljutunk oda, ahogyan én azt gondolom ti is, és talán mindenki, aki egy ilyen betegségen átesett, éli az életét, ami azt gondolom, hogy minden gondolatot beárnyékol, vagy az életünk teljes tudatában éljük meg azzal, hogy hát bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon hosszú és gyötrelmes út, de talán ki lehet ebből jól jönni. Tehát én azt gondolom, hogyha beszélgetünk olyan emberekkel, akik ezt átélték, akkor azért ott mindenki nagyon komoly tanulságokkal szolgálhat, és nyilván ezeknek a tanulságoknak a birtokában éli tovább az életét. Ugye említetted a születésnapot, ugye ezt a nézőknek el kell mondani, hogy mi, akik ilyen daganatos betegséggel megküzdöttünk, legalábbis sokan tartanak egy ilyen második születésnapot, és hogy van, aki ugye a műtétek után datálja, van, aki a kezelések befejeztével, én például a sajátomat azt, ugye ez 2015. november 13-án, pénteken, Szilvia napon volt, amikor én ezt a diagnózist megkaptam. Én onnantól számítom az új életemet, hiszen akkor, ahogy itt a műsor előtt már beszéltünk erről, ha akkor nem mondják, tehát nekem ez egy ilyen november 13 péntek, ez egy szerencsés nap, mert ha akkor nem mondják, akkor ki tudja, hogy mi lehetett volna, úgyhogy én azt mondtam, hogy akkor nekem az lesz a születésnapom, és én például az 5-et fogom ünnepelni, ahogy te is. És nálatok egyébként hogy van? Ti nálatok van születésnap? Hát, ha szabad, akkor kezdeném a sort, József. Hát nálunk abszolút. Ugye a mi betegségünk, egy akut leukémia, általában kemoterápia ugyan a gyógykezelés, és van jó pár beteg, aki meggyógyul a kemoterápiás kezelések után, de a végleges gyógyulás az a csontvelő átültetés, a csontvelő transzplantáció jelenti. Amiről ugye azt kell tudni, hogy én is ezen átestem. Én már úgy látom, rangidős vagyok ilyen téren, hiába a csapat legfiatalabb vagyok talán. 13 éve volt a transzplantációm, egy német donortól kaptam ugye új sejteket, azaz nekem abszolút születésnap, mert a betegségem gyógyíthatatlan volt, sajnos ugye relaptált, visszajött, és nem lehetett már kemoterápiával féken tartani. Szóval én annól kaptam egy halálos dózisú kemoterápiát, egy teljes eső zsugár kezeléssel együtt, és ugye utána a megfelelő pillanatban kaptam meg a német hölgy donoromtól az őssejtjeit. Szóval nálam abszolút a születésnap az teljesen helytálló. Ez a transzplantációhoz köthető egyébként? A teljes mértékben ugye akkor kaptam meg a sejteket, és ugye te már az előbb, Szilvi, felhoztad ezt a péntek 13-at, hát legyen most szerencsés napunk, én péntek 13 volt 2017-ben áprilisban, amikor az őssejtjeimet megkaptam. Az igen. Akkor ez egy szerencsés. Szóval a mi betegségünkben abszolút a második születésnap az nagyon is él. És nálad? Te vagy itt köztünk úgymond a legfiatalabb. Igen, a legfiatalabb. Hogy az én esetem az 3 évvel ezelőtt kezdődött. Épp most október első hetében lesz a 3 éves évforduló annak a beavatkozásnak, amivel ugye ezt a dolgot orvosolni tudtuk. De igazán a dolog úgy kezdődött, hogy egy rutin munkahelyi kötelező orvosi vizsgálatnál vér eredményben a prostatára vonatkozó rész egy picit magasnak találta a házi orvos, bár ott a munkahelyén igazán nem közöltek velem semmit, csak a kezembe adták az eredményt. Elmentem a házi orvoshoz, akit nagyra becsültünk addig is, azóta is, hiszen ha ő nincs, akkor ezek a folyamatok nem indulnak el. És azt mondta, hogy nézzük ezt meg, mert egy picit magasnak tartja ezt az eredményt, hogy keresünk egy urológust, hogy neki mi a véleménye. A cég, ahol dolgozom, a dolgozóinak ugye kötelező jelleggel egészségbiztosítási csomagot is szolgáltat, és elmentem ahhoz a orvosi tímhez, akikkel szerződésben van a cég, és ott egy igen agilis urológus orvoshoz kerültem,
aki a szokásos egyszerű vizsgálatok után azt mondta, hogy hát egy picit tovább kell vizsgálódni, mert ebből nem tudja határozottan megállapítani sem azt, hogy pozitív, sem azt, hogy negatív. Így aztán mintavételre került a sor, majd két hét múlva visszamentünk hozzá, és közölte velünk a hírt, hogy a 12 mintavételnek 20-80% közötti tartománya az káros hatású, tehát rossz indulatú. Mi a teendő? Egymásra néztünk a feleségemmel, ő is eljött a konzultációra, egymásra néztünk a feleségemmel, és egyből kiolvastuk egymás szeméből, hogy akkor ennek most neki vágunk, ez nem kérdés. Mit tegyünk? Mondta az orvos, hogy keressünk egy urológust, onkológust, uro-onkológust, megtettük. Mit tesz ilyenkor ma az ember? Leül a netre, beüti a keresőbe, hogy uro-onkológus, és találtunk egy szuperorvost az Országos Onkológiai Intézetben, ennyiben közös a két hölgyel a pont, hogy az Országos Onkológiai Intézetben Szabó János Ferenc nevű főorvost, aki uro-onkológus, egy mondatban annyit, hogy egyébként Egyesült Államokban, illetve Franciaországban is robottechnikával műti ezeket a beavatkozásokat, tehát ő egy elismert szakember. Elmentünk hozzá, és megállapított a papírokból, hogy hát ha azt szeretnénk, hogy későbbiekben ne legyen probléma, vagy ne tegyem ki magam komoly sugárkezelésnek, kemoterápiának, akkor, mert annak az eredménye sem biztos, hogy ezzel el fog múlni ez az egész történet, hát akkor operáció. Addig igen keveset olvastunk, miután ez megtörtént, ugye természetesen elkezdtük olvasni a szakirodalmat, és a főorvos úr is megnyugtatott, hogy sikeres műtét, nem lehet más, csak sikeres műtét, és innentől kezdve gyakorlatilag 100%-os gyógyulás. Úgyhogy belevágtunk, és ez volt 2017. októberében. Azt én nem tudom, hogy a lelet, tehát melyik napon kaptam meg, de azt a dátumot tekintem újra születési dátumomnak, amikor a beavatkozás megtörtént, és hála Istennek olyan időben sikerült a műtétet elvégezni, hogy utókezelésre, sem kemoterápiára, sem sugárkezelésre nem volt szükség. Akkor sem, azóta sem. És azóta is teljesen jól vagy? Teljesen rendben vagyok azóta is. Ez szuper. Ugye akkor végeredményben mondhatjuk azt, hogy mellékhatások nélkül ez. Így van, mellékhatások nélkül. Ez nagyon fontos. Igen. Józsi, nekem azért rendkívüli megbecsülésre méltó személy, mert ti annak idején a feleségetekkel megkerestetek engem, hiszen rólam ugye ezt a témát nagyon sokan tudják, és csinálok ugye egy Facebook csoportot, a Márák Info Fejér megyei csoportját, és én azt gondolom, hogy talán onnan keresett meg a te párod Szilvi, vagy azon keresztül léptetek velem valahogy kapcsolatban, hát már ez már régen volt, és én emlékszem, hogy küldte nekem folyamatosan a képeket, hogy a kórházban hogy vagy, és mindig az volt, hogy ti nagyon kitartóan egymás segítve csináljátok ezt és küzdötök, és azért mondtam ezt, hogy megbecsülésem teljes mértékben a tiéd, mert ugye ez egy nagyon kényes téma, és mi már azért, ez sajnos a mi betegségünk az Mariannal már nagyon elterjedt, és kb. Mondhatom, hogy népbetegség, de ugyanúgy a tietek is, csak ugye nem nagyon lehet róla úgy személyes példákat hallani. Azért, mert a férfiak talán úgy gondolom, ezt már nálunk elmondtad, hogy ezt egy kicsit úgy nem szívesen vállalják fel, vagy tabuként kezelik. Igen, ezt a szót kerestem én is, tehát ugye a hölgyekre szokták azt mondani, hogy szemérmesek. A férfiak igen. Tehát az ismeretségi körben akkor szerez róla az ember tudomást, amikor saját maga közli a férfi-nő baráti ismerősi körben, hogy neki milyen problémája van. Ez volt az első gondolatunk, amikor kijöttünk az orvostól, hogy mi ezt a problémát nem fogjuk senki elől eltagadni, eltüntetni, elhallgatni. Aki kérdezi, elmondjuk neki, sőt, az elején sokszor, sokkal többször, az utóbbi időben, hogy az ismeretségi kör lévén, ha nem tágul, akkor nagyon sok embernek nem tudom mondani, de mindenkinek azt mondtuk a családban és az ismeretségi körökben is, hogy nincsen semmi szégyelnivaló. Ha ti hölgyek nem szégyellitek azt elmondani, hogy ti milyen betegségbe szenvedtek, a férfiak sem szégyeljék az, hogy
nekik milyen problémájuk van. Fognak a történetben, hogy a műtét előtti héten, csak egy kicsit sztorizunk, műtét előtti héten szakmai indokkal beszéltem egy kollégával, aki az ország másik végén lakik, és elmondtam neki, hogy milyen problémám van, és a telefonban közölte velem, hogy tehát nekem már egy évvel ezelőtt is ugyanez volt a problémám, ugyanez volt, ugyanezen estem át, és onnantól kezdve nem volt nap, hogy legalább másfél-két órát ne beszéltünk volna telefonon, ugye én az ismeretlenség okán, ő pedig elmondta a saját tapasztalatait. És hát, hogyha rád nézünk, akkor látszik a szalag, nekem ez is sokat jelent egyébként, hogy ugye a rózsaszín szalag mell is ugye ott van a mellrák jelképe, és ugye a prostata pedig a fehér, amit így együtt most így együtt ötöltük ki, együtt gondoltuk ki a feleségünkkel, kicsit utalva arra a rózsaszín szalag mellé, hogy férfinő kapcsolat, és hát ugye született ezzel kapcsolatban egy szlogenünk is, hogy a férfiak és a nők a rákért, a prostata rákért, tehát hogy a nő családtagja, nő ismerősei, a férfi családtagja egy ismerőseit igenis hívja fel a figyelmet, és kényszerítse rá arra, hogy járjanak rendszeresen szűrésre. Igen, az egyik küldetés egyébként ennek a mai műsorunknak ez lenne, hogy hívjuk majd fel a figyelmet, de majd a műsor végén beszéljünk inkább erről, hogy miért is fontos ez. Egy picit kanyarodjunk vissza még arra, hogy ti egyébként akkor, amikor megkaptátok ezt a diagnózist, akkor mit éltetek át? És ugye ezen hogyan lehetett túllendülni? Mert ugye ehhez kell egy nagyon nagy löket valahonnan. Én esetlegesen átadtam Mariannak a szót. Én felhívtam első körben azt a barátnőmet, aki átesett ezen. Jóval fiatalabb nálam, és hál' Istennek ő is a mai napig jól van, de amikor beszélgettem vele, ez ugye rögtön a diagnózis után volt, hogy tényleg fogtam a telefonomat és felhívtam, még akkor sem, tehát akkor is tagadtam. Tehát amikor mondtam, hogy de most mi lesz? Most akkor, és akkor olyan alternatívákat mondott, amire azt mondtam, hogy az biztos nem. Tehát, hogy így, de mondta, hogy de igen, tehát, hogy ez sajnos másképp nem fog működni. Végül is én azt hiszem, szerencsésen megúsztam, mert azért nem volt nagy műtétem, de hát azért egy kemoterápia, sugárkezelés, tehát, ahogy mondtam az előbb, egy év erre ráment. Engem sokkolt, megmondom őszintén, hogy sokkolt, kellett idő, amíg ezt úgy magamban feldolgoztam, de az az érzésem, vagy amit én megéltem ezzel kapcsolatban, az az, hogy ha az ember kap egy ilyet, akkor megkapja hozzá az erőt is. Az elviseléséhez, reményeim szerint a túléléséhez, és mindenhez, ami szükséges ahhoz, hogy haladjunk előre. Nekem azóta sajnos a családban történt olyan eset, amikor ez nem ért ilyen szerencsésen véget. Jó lehet, a nagypapa volt a családban, 85 évesen halt meg, de azt kell mondjam, hogy az ő betegségét én sokkal, de sokkal nehezebben éltem meg, mint a sajátomat. Tehát nekem nem voltak kiborulásaim, nagy sírásaim. Egyszer az elején volt, amikor az ismeretlen rémített meg. Tehát az ember ugye rögtön elkezdett olvasni különféle sztorikat, na hát ez éppen elég ahhoz, hogy megrémüljünk. És akkor tényleg, amikor azt mondtam, hogy hát ebből én is bármelyik lehetek, és nem tudom, hogy mi vár rám ebben az elkövetkezendő időszakban, akkor tudom, ugye emlékszem, hogy ott elsírtam magam a nappaliban a kanapén, de ennyi, tehát semmi több ilyen nem volt, ellentétben azzal, amikor végig kellett néznem egy szerettemen a szenvedést, és hát neki gyomorrákja volt, amiről tudjuk, hogy azért az egyik legszörnyűbb. Na, az borzasztó volt. Az sokkal borzasztóbb volt, mint a sajátom. És aztán csináltad tovább? Csináltam tovább. A felfedezés után, és aztán elfogadtad ezt a diagnózist. Egyébként nincs ez nálam is így volt. Nincs más út, egyszerűen. Volt egy dühös kiabálásom aznap, amikor ez így jött, és aztán utána azt mondtam, hogy hát én nem fogok belenézni úgy a tükörbe, hogy azt lássam, hogy... Tehát, hogy ilyen csúnya képeket nem tudtam magamról úgy elképzelni, hogy... Ugye mondták, hogy hú, majd lefogysz, hú, majd kopasz leszel, hú, majd az persze a kopasság megvolt, de szerintem attól függetlenül, ezt mi nők nagyon jól tudjuk palástolni, nagyon jól megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan lehet azért a nőiességünket megtartani, úgyhogy szerintem, amit elvettek, azt azért mi mindent pótoltunk. Nálad hogy volt ez a felfedezés és a pozitív
lendület után, ahonnan jött? Régi történet, de szinte minden pillanatára emlékszem. Ugye 2007-ben volt maga a transzplantáció, de a maga a diagnózis az 2005. januárjában évelején volt. Hasonlóképp tudom elmondani talán, mint az előttem szólók, a József és a Marian. Abban a pillanatban, amikor megtudtam, akkor el sem hittem. Kételkedtem, hogy az biztos, hogy az én leletem. Nekem semmi bajom, és én nem lehetek ennyire beteg. Aztán hazafelé a kórházból jött a mélypont. Ez egy hosszadalmasabb út volt, és ott volt sírás, jövőkép, minden egyéb, de aztán az az erő, amit mindenki megkapunk, amit te is utaltál, Marian, az az életösztön, ami abban a pillanatban, amikor ha kapunk egy rossz hírt, bekapcsol és turbóval menni kell előre. Tehát aznap nehéz volt elaludni, nagyon hosszú volt az éjszaka, de utána gőzerővel mentünk előre, és sose gondoltam arra, hogy ennek negatív vége is lehet. Egyébként én is nagyon szeretném megragadni most az alkalmat, és felhívni a figyelmet a nem is a kontrollra, hanem a vizsgálatokra, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy egészségesek vagyunk, ugyanis ez a mi betegségünk, egy akut leukémia, sajnos tünet nélkül ott lehet bárkinek a szervezetében. Nálam is így volt, igazából csak azt vettem észre, hogy nagyon fáradékony vagyok. Ugye tudják már a kisfilmből többen, de talán vannak új nézők is, hogy én egy szállodában voltam főszakács, és az évvége nálunk ugye gőzerővel jelentette a munkát, napi 12-16 órákat is dolgozik, ilyenkor egy vendéglátásban foglalkoztatott, és hát betudtam a munkának. Viszont a párom mindig mondta, hogy menj el vérvételre, és egyszer csak elmentem egy patikába, az ottani hölgy mondta, hogy Krisztián, egy fiatalember nagyon nevemet nem tudta, maga olyan sápadt, miért nem megy el egy vérvételre, adnak egy kis vastabletát, és jobb lesz a színe. Most én ennek tulajdonságot nem jelenítettem, nem foglalkoztam vele, viszont otthon megemlítettem, és ugye ez már a páromnál teljesen kiverte a biztosítékot, és mondta, hogy mindenképp egy vérvétel, hiszen előtte valamikor a katonaság idején voltam. És ez a vérvétel megtörtént, rá ugye másnap kellett az eredményemért menjek, és mondták, hogy nagyon rossz a vérképen, mindenképpen keresem fel a házi orvosom. Ugye mentem a leletemmel, és azonnal, ahogy a doktor úr látta a papírt, ugye a leletemet, mondta az asszisztens hölgynek, hogy Zsuzsika hematológiai beutaló Kaposvár. Aznap még ugye mentünk is Kaposvárra a párommal, épp a főorvos urat kaptuk el a lift ajtóban, aki mondta, hogy aznap ügyeletes, ő fog ügyelni. Nagyon csúnya a vérképen valóban, de szeretném megnézni ő is mikroszkóp alatt a vérem, és kérte, hogy menjek le az ambulanciára egy vérvételre. Ott ugye ismét megtörtént ez a beavatkozás, és megbeszéltük, hogy másnap hívjam délután 2 órakor, hogy mégis mit látott ő a vérképemből. Szabadnapos voltam én is, és a párom is. Délután 2-kor pontban megtörtént ez a telefon, és mondta, hogy Krisztián, nagyon el kellene gondolkozni egy hosszadalmasabb gyógykezelésen, mert ön nagyon beteg. Hát hirtelen ledöbbentem, mondta, hogy a telefonban nem mond ugye semmit, és mondta neki, doktor úr, meddig dolgozik, mert én azonnal autóba ülök, és megyek Kaposvárra. Mondta, hogy már vége a munkaidejének, de ha megyek, akkor megvár. Fél órás út volt a Kaposvári út, Balaton lelnén laktunk, ugye. Akkor ugye betegséget minket egy váróba, a két asszisztens hölgyet kiküldte, hát akkor már gondoltam, hogy valami tényleg, valami hatalmas baj lehet. Majd leültetett minket, és akkor közölte, hogy ugye mi a diagnózis. Mondta, hogy nagyon előre haladott, és ő már ezt holnap után, tehát 2 nap múlva annól azt el szeretné kezdeni a kezelést, mert nagyon fontos a túlélés reményében. És akkor volt az, hogy én föl sem fogtam, kételkedtem, hogy biztos az én leletem, biztos, hogy nem cserélték össze a kémcsöveket. Mondta, hogy sajnos nem. És akkor innentől kezdve ugye volt egy rövidke mélypont, de utána kemoterápiák sora, és ugye sajnos rá egy évre visszajött a betegségem, és kitűzésre került a transzplantáció.
Az előző kérdésre szerintem te most megadtad a választ, hogy hogyan tudtad ezt ilyen könnyedén átviselni és túllendülni rajta. Beszéljünk egy picit a mögöttetek álló háttérről, mert ugye az is nagyon fontos, hogy ki mellett egy ilyen helyzetben ki áll. És akkor szerintem egy picit most már vidámabb területre is evezhetünk. Józsi, nálad ezt el kell, hogy meséljem, ezt a sztorit, bár lehet, hogy te jobban el tudod mondani, de csak most röviden szeretném ezt felvázolni, ugye voltatok már egyszer a feleségeddel nálunk a Igen. fehérvári beszélgetésekben, és nagyon kedves a történetetek van, hiszen hát te is teljesen máshol érted le az életedet, ő itt volt, egy tanár, nagyon sokáig itt egy fehérvári iskolában dolgozott, és ugye ő is családos ember volt, elvált, és ugye előzményként annyi, hogy ti osztálytársak voltatok. Általános iskolában osztálytársak iskolában. Voltunk. Sőt, középiskola első két évében is. És akkor is szerelmesek voltatok. Igen, ha jól tudom. Ő az első. Igen. És az utolsó. Nos, azt képzeljétek el, hogy egyszer csak így, nem tudom, hány év után találtatok 40. újra, 40 év után újra egymásra találtak, és azóta férj és feleség, tehát hogy egy ilyen teljesen aranyos történetük van, és hát ugye akkor házasodtatok talán össze, amikor ez a betegség jött, ugye? Igen, akkor előtte egy évvel. Igen, valóban az általános iskola ünnepelte a 60. évfordulóját, és ott összefutottunk ezen a rendezvényen, és egy hónap múlva összeköltöztünk, ez számunkra nem volt kérdés. De jó. És mint ahogy a Marian mondta, hogy ő volt az első, igen, és egyben az utolsó szerelmem is. Tehát tényleg az én esetemben igaz az általánosság, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy még sikeresebb nő. Az, hogy én mennyire vagyok sikeres, azt én nem tudom megítélni. Egy biztos, hogy a betegségem, illetve vannak a gyógyulási folyamatában természetesen igen. Az én feleségem egy igen-igen határozott egyéniség. Nyilván az a pedagógusi pályájából kell, hogy legyen. És hát számunkra nem volt kérdés. Amikor megtudtuk, összenéztünk, nincs kérdés. Neki vágunk, és természetesen meg sem fordult a fejünkben, hogy ez akár negatív irányba is visszahathat, hiszen minden orvos azt mondta, hogy 100%-os gyógyulás. Ez volt az első kérdés, 100%-os gyógyulás. Tehát nem volt kérdés. És még aznap, mikor hazamentünk, már az internetet bújtuk egyrészt a szakmai stáb miatt, másrészt, hogy ismeretet szerezzen az ember erről a betegségről, hisz nem tudja, nem tudhatta. Mint ahogy Krisztián is mondta, ez a betegség is olyan, hogy lappang. Tehát nem érzi az ember semmit. Nincsen fájdalom. Hát mint általában az összes daganat típus. Igen. Nagyon veszélyes. Tehát a feleségemmel összenéztünk, ő sokkal határozottabb, mint én, de nem kellett egy szót sem mondani. Mind a ketten egyszerre mondtuk ki a dokinak, hogy akkor belevágunk, és akkor haladjunk ezzel a történettel, ne halogassuk, legyünk minél előbb túl rajta. Természetesen együtt, és hát az ő igen-igen komoly támogatásával, lelki támogatásával, fizikai támogatásával, a gyerekeink lelki, fizikai támogatásával, ugye neki van kettő gyereke, nekem van egy gyermekem, tehát az ő lelki, fizikai támogatásával nagyon-nagyon komolyan foglalkoztunk ezzel a dologgal, előtte is, alatta is, és utána is, és azóta is. Tehát ez a szoros lelki kapcsolat, ez, hogy úgy mondjam, még szorosabbá vált, ugye főleg, hogy a feleségem két gyerekét azért én kevésbé ismerem, mint a sajátomat, de abszolút támogattak, az ő párjaik is támogattak, és mai napig is támogatnak bennünket. Sokkal szorosabb. Korábban számomra nem ennyire szoros családi kapcsolat az, ami ebben a családi közösségben van, ami kiderült számomra, és az óriási erőt adott. Azóta is egyébként nézegetem a fényképeiteket, ha nem haragszol meg, mert hát ez szerintem közöttünk, ezt már megbeszéltük. Igen. Persze, egy kicsit olyan őrült családnak tűntök kívülről, mert nálatok mindig történik valami, és a Szilvi mindent posztol, és olyan vidám dolgokat lehet tényleg látni, hogy én amikor megnézem a képeket, itt én azt mondom, hogy na, az őrült családnál már megint történt valami, és Igen. nagyon aranyos kis képek Köszönjük vannak, meg családi történések mindig, és mindig mentek valamerre. Igen, azt elhatároztuk,
hogy ugye a feleségem azóta nyugdíjas pedagógus, tehát ő neki több szabad ideje van, én még aktív dolgozó vagyok, de amikor csak lehet, valóban nem ülünk otthon, hanem amikor csak tehetjük, akkor elindulunk, útra kelünk, gyalog, autóval, letesszük, gyalog. Nagyon szeretünk kastélyokat, várakat nézegetni, azokkal kapcsolatos irodalmat összegyűjteni, olvasni. Feleségem történelem magyar népművelőszakos nyugdíjas tanár, tehát ezt úgy tudatalat szerintem belém súlykolta, hogy már pedig ennek van értelme, és azt gondolom, hogy az első ilyen látogatás alkalmával számomra is kiderült, hogy ez egy óriási dolog. Nagyon szívesen csinálom, sőt, valamikor már én mondom, hogy akkor most már menjünk, keresünk valamit itt a közelben, olyat, amit még nem néztünk meg, mert nagyon szívesen megnéznénk. Hát akkor aktívak vagyunk. Aktívak vagyunk, igen. Marianna, hogy már az előbb mondtam, ugye veletek, ahogy összetalálkoztunk elsőre, most már elárulom, hogy ki a férjed, mert hogy a ifjabb Major István, az Alba Régia Szimfonikusok vezetője ült ott az onkológián veled, és azt találgattuk az akkori párommal, hogy ki lehet, ő nagyon ismerős, valahonnan is felismertük végül, de azért olyan nehezen, mert hogy ti akkor csöppentetek ide Székesfehérvárra, hiszen akkor kezdte ő itt ezt a pozíciót, ezt a munkát itt az Alba Régia Szimfonikusoknál, és hát ugye neked is azért egy komoly életváltás, nem csak életmódváltásra, hanem egy életszituáció, munka és minden váltásra volt szükség, hiszen Biatorbágyról jöttetek, és azt az életeteket hagytátok ott. És igen. Aztán utána itt mi és lett nem veletek? Volt elég ez a váltás, tehát eljöttünk októberben vettük meg itt Fehérváron a lakásunkat, és ugye decemberben jött meg ez a borzasztó diagnózis. Úgyhogy egy igazán nehéz élethelyzetben öntött nyakon még a Jóisten engem ezzel, de valahogy nem tudom, sok minden eszembe jutott az én életem kapcsán, és arról, amit Józsi mondott, sok közös pont van, mi is ilyen patchwork család vagyunk, kicsivel több gyerekkel, mert nekünk 5 gyerekünk van, nekem van 3 fiam, az Istvánnak egy kisfia, meg egy kislány kisfia, 2 méter magas gimnazista már ő is, és egy kislánya, aki most kezdte a gimnáziumot, ők az édesanyjukkal élnek Budapesten. Az én gyerekeim akkor gimnazisták voltak, és tehát leköltöztünk Fehérvárra. Mi, mint a szülők, szerettük volna, hogyha ők jönnek Fehérvárra tovább iskolába, de hát amikor 2 kamaszfiú szeret iskolába járni, akkor azt úgy erőből megbolygatni szerintem nem annyira tanácsos. Úgyhogy ők onnantól kezdve minden reggel feljártak a gimnáziumba Budapestre, és így csinálták végig, most már egyetemisták mindketten. De az a lényeg, hogy én ugye karácsony előtt kaptam meg a diagnózist, és nyilván karácsony előtt nem mondtam el nekik, hanem még szünet volt, amikor elmondtam nekik, de már túl voltunk az ünnepeken, és ez egy, hát nyilván ez egy nehéz dolog, mert azért ők már nem kicsik, ugye a te kislányaid még picik voltak, nekik lehet bármit mondani. Hát a nagyoknak is lehet bármit mondani, csak 2 perc múlva derítik ki, hogy abból mi az igazság, igen, és mi nem. És hát egy döbbenetes dolog történt akkor, meg kell mondjam, azóta se beszéltünk erről, hogy egy vasárnap reggel volt, mikor ez a legkisebb fiam, Noel, őt ébrezgettem otthon, ahogy szoktam, és akkor gyere reggelizni, kijön reggelizni, és ül az asztalnál, és mondja, hogy anya, nem látok. Mondom, hogy nem látsz, kisfiam? Nem látok. Tehát mondom, itt állok előtted, Noel, nem látsz? Nem látok. Nem is értettem, hogy mi történhet, és akkor azt mondja, anya, nagyon, nagyon nyomítta a mellkasom. Na, mondom, István, gyere gyorsan. Azonnal felhívtuk a kórházat, előtte mértünk neki egy vérnyomást, és 60/20 valami. Tehát valami egészen döbbenetes vérnyomást mutatott, hát nyilván ezért nem látott, ugye? És akkor mondták a telefonba, hogy azonnal a kórház, be is vittük rögtön a kórházba. Hát 4 napig vizsgálták, de A-tól Z-ig, tehát tényleg, hát keresték a probléma okát, és semmit nem találtak. És akkor utána behívott az orvos, és kérdezte, hogy én mire gondolok. Hát mondom, arra várok, hogy mit mond a doktor úr, hogy mi lehetett a probléma.
és mondta, hogy semmit nem találtak, úgyhogy ő nem akar a mi életünkbe kutakodni, de hogy nincs otthon valami baj. És akkor esett le nekem, hogy te 3 nappal előtte mondtam el neki, és hát ugye ő akkor most 19 éves, ugye ez 5 évvel ezelőtt történt, tehát ugye akkor az történt konkrétan, miután hazafelé mentünk az autóba, és kérdeztem tőle, hogy biztos jól vagy? Minden rendben? Elmondtál mindent a doktor úrnak, amit kérdezett tőled? Mert annyira hihetetlen volt számomra, hogy nem találtak semmit egy ilyen bődületes tünet után. És akkor mondta, hogy teljesen jól van. Ő már aznap jól volt, amikor bejöttünk a kórházba, nem is érti, miért kellett neki itt lenni 4 napig. De hogy én hogy vagyok? És akkor mondtam, hogy hát én teljesen jól vagyok, és elkezdett olyan dolgokról beszélni, amiket nem én mondtam neki. Ilyeneket, hogy mi a merráknak a túlélési statisztikája, és hogy hányféle van, és hogy de jó, hogy nem ményakrák, mert annak sokkal rosszabbak a számai. És hát akkor én rögtön levettem, hogy ő felment az internetre, és nyilvánvaló utána olvasott. De hát... Szóval, hogy nekem ez, és azt gondolom mindnyájunknak azért az egy óriási erőt ad, hogy nem önmagában viseli ezt az egészet, hanem vannak mellette emberek, akiket valahol meg akar ettől kímélni. Mert hát amit mondtam, hogy én sokkal rosszabbul éltem meg a nagypapával ezt a történetet, mint saját magammal, nyilván a mi szeretteink is így vannak velünk. Úgyhogy én nagyon próbáltam ezt így hát őszintén szóval szőnyeg alá söpörni. Tehát én a kemoterápiát is úgy csináltam végig, hogy direkt csütörtökre kértem, csütörtök pénteken viseltem a következményeit, meg még sok esetben ugye hétvégén is, mert azért az egy jó néhány nap, de hétfőn mentem dolgozni. Decemberben úgy csináltam végig a sugárterápiát, hogy reggel 7-re kértem az időpontot, mindig én voltam az első, és 10 órakor már itt ültem Székesfehérváron az irodába. Úgyhogy ezen sokat gondolkodom, hogy jól tettem-e, mert hát azért végül is egy elég súlyos problémával néztem szembe mindvégig, de talán ez is egy plusz erőt adott az embernek. Szóval semmiképp nem jó az, hogyha belefeledkezünk és nagyon belemerülünk a problémáinkba ugye semmilyen téren, de hát egy betegség kapcsán meg aztán főleg nem. Ez biztos. És még azért mondjuk el röviden, hogy aztán hogy alakult a te életed most betegségen kívül, ugye te jogaoktató voltál Biatorbágyon, és aztán egy cégvezetésbe csöppentél bele. Ez így igaz, és egyébként akit én, amikor megkaptam a diagnózist, felhívtam, az a hölgy volt, akivel aztán nagyon jó barátságba kerültünk, aki járt hozzám jogázni. És egy nyáron felhívott engem, akkor ugye nem voltak kórák, lent voltam a Balatonon, és felhívott, hogy látta, hogy itt van, és hogy szeretne jönni, de hogy jöhet-e, mert, és akkor elmondta, hogy mind van túl, most éppen nincs haja, és egyáltalán mondtam, hogy persze, és jött is, minden héten többször jött, és egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki köztünk, és amikor én felhívtam őt, ő is azt mondta, hogy hát ez nem lehet, hát te jogaoktató vagy, veled ilyen nem fordulhat elő. Hát igen, mondom, én is így gondolom, de sajnos nem így van. És akkor ugye eljuthattunk ahhoz a gondolatig, amivel kezdtük az elején, vagy kezdtem legalábbis én az elején, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, hogy ki vagy, milyen körülmények között élsz. Nyilván vannak rizikófaktorok, meg olyan tényezők, amik hozzásegítenek a jó dolgokhoz is, és a rossz dolgokhoz is. De hogy itt még nagyon nem találták ki, hogy ebben a betegségben hol rejlik ez a dolog. Úgyhogy igen, tehát hogy ezt az egész mindent, ami az addig életem volt, ezt ott hagytam Biatorbágyon, és hát sajnos az is egy rákos betegséghez köthető, hogy itt egy családi vállalkozást viszünk a sógornőmmel Székesfehérváron, mert neki meg a férje halt meg akkor szeptemberben, 2015 szeptemberében. Úgyhogy igen. Azóta most, viszont sikeresen csináljátok igen, a dolgotokat. Igen, ennek 5 éve, igen, az üzem működik, pedig hát ugye egészen más, én tanárképző főiskolát végeztem, a sogorom matematikus, tehát a sogorom, aki meghalt, gépészmérnök volt, tehát mondjuk szakértelmet azt sajnos nem tudtunk belevinni ebbe az egész dologba, de hát életben tudjuk tartani egyelőre a céget, úgy néz ki, és szépen működik. És hát emellett pedig van egy másik szerelem is az életedben. Az igen, az mindig van, anélkül nem tudok működni.
Igen. Elmondott a szenior örömtánc. A szenior örömtánc, igen. Gyakorlatilag a teljes naptáram délutánonként, esténként tele van. Tartok órát Agárdon, Kápolnásnyéken, itt Fehérváron, meg még jogát is tartok azért. Ez egy igen szerelem, amire tényleg szükség van, azért is, mert kirepültek időközben a gyermekeim, tehát hogy mindketten egyetemisták, nem laknak már velünk, úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy legyen így délutánonként még valami teendőm. Úgyhogy nagyon aktív életet élek, tehát ha oda akarunk kiukadni, hogy van-e élet a rák után, akkor teljes határozottsággal mondhatom, hogy van, és inkább, ugye hát mi szoktuk ezt egymás között beszélni, mikor mindjárt visszahívlak, és akkor ez megtörténik nem tudom hányszor, és akkor megkérdezem, hogy Szilvi nem dolgozol egy kicsit sokat? Hát de, és ez fordítva is így van, tehát nagyon-nagyon aktívak vagyunk, és ilyenkor tudatosan néha le kell egy kicsit lassulni, és azt mondani, hogy na jó, akkor kicsit nézzük át, hogy ez hogy is van, és mi az, ami ebből helyes, és mi az, amiből vissza kéne venni. Hát a tanulságokat hordjuk magunkkal, aztán, hogy tudjuk-e alkalmazni, az egy más kérdés. És hát Krisztián, ugye rólad sokan tudják azt, hogy a betegséget legyűrve magad is élharcosává váltál ennek az egész történetnek, és ma már egy jól működő alapítványt csinálsz, és hát másokon próbálsz segíteni. Igen, hát ugye a transzplantáció után 3 évvel az idő alatt egy picit úgy helyre jöttem, és utána jött az ötlet, hogy mindenképpen szeretnék betegtársaimnak is segíteni, ugyanis ott a kórházban is már sokakkal találkoztam, és láttam, hogy mennyi felnőtt beteg van, akinek oda a munkája, ugye a több hónapos kemoterápiás kezelés, csontvelőtranszplantáció, annak szövődményeiből való felépülés, és hát nagyon sokan elvesztik a munkájukat. És hogy milyen fontos egy ilyen családban a segítségnyújtás. Ugye nagyon sok leukémiás alapítvány van az országban, akik ugye gyerekbetegeknek 18 éves korig életüket betöltő gyerekeknek segítenek, viszont olyan családnak nem, ahol mondjuk az apuka vagy éppen az anyuka az érintett, és hát jó, gondoljunk bele, szinte minden családnál van itt is gyermeki érintettség, és visszatérve erre, hogy mit él át egy hozzátartozó, én sokszor elgondolkoztam annak a kórházban is, és most is, ahogy látom a családjainkat, hogy kinek a rosszabb. Maga a betegnek, aki ott fekszik a kórházban, vagy épp az otthon lévő párnak, feleségnek, férnek, gyerekeknek, és hát bizony sokszor arra jutok, hogy talán nekik még rosszabb, mint nekünk volt annó. Visszakanyarodva ismét az alapítványhoz, tehát igen, és ezt a lyukat szerettük volna a magyarországi helyzeten befoldozni. Létrehoztunk egy olyan közhasznú szervezetet, ahol leukémiás, osztályú vérképzőszervi, csontvelőtranszplantált betegeket támogatunk kifejezetten, de már korhatár nélkül, tehát a gyerekek mellett a felnőtt betegek is fordulhatnak hozzánk segítségért. Nekem ezt töltik ilyen mindennapjaim, Mariannak ugye ez a jóga és a tánc, nekem az alapítvány, emellett van ugye egy egyéni vállalkozásom, de az már teljesen magánjellegű, de ami igazán a szívemhez közel áll az alapítvány. Egy mondatot még hozzátehetek? Természetesen. A háttér. Ugye én még aktív alkalmazottként dolgozom, és azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a munkáltató abszolút pozitívan állt hozzá. Tehát amikor a vezetőinek elmondtam, hogy én milyen problémával küzdöm, és hogy akkor én most igazán holnaptól nem tudom, hogy mikor, de biztosan, hogy jövök, azt válaszolták, hogy természetesen számítunk rád, visszavárunk, bármi probléma van, szólj, segítünk. Ez egy nagyon pozitív példa, viszont ugye én a munkám kapcsán rengeteg olyan családdal találkozom, ahol sajnos ez nem így van. Uh-huh. Ahol sajnos ez nem így van. Valahol érthető ugye a másik oldal is, persze nem emberségből, de üzleti szempontból is ugye egy vállalkozó ugye elsőségesen legtöbb esetben az üzletet nézi. De ennek nagyon örülök, hogy József, nálatok ez nem így volt. Nem, szerencsére igen. Tehát a másik oldal az volt, hogy egyrészt a család, másrészt az, hogy a munkáltató is azt mondta, hogy ők is biztosan látták abban, hogy itt ez milyen probléma lehet, mi lehet esetleg a következménye, és hát természetesen nagyon-nagyon jól esett, és ő is belém öntöttek még egy lapáttal az erőből, hogy akkor ezt most minden további nélkül meg kell csinálni, végig kell vinni a dolgot.
Erre én is rá tudok erősíteni egyébként, mert nálunk is ugyanez volt, ugye én híradóztam, akkor kezdődött, pont előtte egy hónappal kezdődött nálunk a híradó egykor, addig még csak este 7 órakor volt, és akkor én lettem úgymond ennek az arca, és utána így kiestem ebből az egészből, és azt mondták, hogy nem, hát itt az akkori főnököm, Nagy Zoltán Péter azt mondta, hogy ha kell, akkor kopaszon jössz műsort vezetni. Én meg mindig mondtam, hogy nem, mert az akkora kuriózum lesz, hogy akkor elvisz az országos tévé. És, de hogy csak ez az egy okom van, nem? De hogy igenis parókában jöttem, tehát ahogy te is mondtad, megkaptam a kemoterápiát, azt hiszem, hogy én szerdai napokon, és akkor volt 2-3 napom ezt így kipihenni, a következő héten jöttem, igaz, hogy csak a híradókat vezettem le, de nekem az is jó volt, és az egy nagyon jó dolog volt, hogy bejöhettem a társaságba, a közegbe, és nem az van, hogy otthon a kis betegséggel foglalkozol, és magadra húzod a függöny, mert ugye volt sajnos nálam is egy ilyen időszak, amikor nem tudtuk, hogy mennyire rezeg a léc, de hogy ez egy nagyon nagy erőt ad a közösség. És akkor, ha már itt a végéhez közeledünk a műsornak, akkor annyit szeretnék kérni tőletek, hogy ugye azt mondtam a műsor elején, hogy a megelőzés fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet, ugye most ezt szerintem mindegyünk mondja el valamilyen néhány mondatos gondolattal, hogy miért fontos az, hogy tényleg mi hölgyek ugye elmenjünk a mammográfiára, akár tetszik, akár nem, meg kell tanulni az önvizsgálatot, férfiaknál is hasonlóképpen, és a leukémia kapcsán is hasonlóképpen néhány záró gondolatot szeretnék kérni tőletek, tanácsot. És még azért azt szeretném elmondani, hogy azért a pozitív hozzáállásból most itt szerintem nagyon sokat kaphattak azok, akik esetleg hasonló cipőben járnak. No, pozitív gondolatok a végére. Kezdjél, Szilvi? Igen. Rendben. Tehát mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy csak is előre és megfontoltan éljenek. Az elővigyázatosság az nagyon fontos, és az, hogy menjünk el vérvételre. Nekem annak idején a betegségem, amikor kiderült, semmilyen tünete nem volt, és mégis ugye jött a hír, hogy ha nem derül ki annó, akkor ugye 2-3 hét és biztos a halál. Nem akarom a nézőket elrettenteni. Így van, de kell. Fél évente, de legalább évente mindenképp egy vérképkontroll, és foglalkozunk egy kicsit a vérvételen túl a mások egészségével is. Nem tudja győzem hangsúlyozni, és minden egyes olyan alkalommal, amikor ilyen közönség előtt megjelenek és beszélhetek két gondolatot, akkor felszoktam hívni az emberek figyelmét a véradás fontosságára, és azzal egy időben, hogy jelentkezzen mindenki, aki csak teheti, csontvelő donornak. Ugyanis mi leukémiás betegek nem arra várunk, mint egy szervátültetésre váró beteg, hogy valaki meghaljon, hanem nekünk az élők tudnak segíteni az őssejtjeikkel. Erről, ha valakit érdekel, az oldalunkon is megtalál információt. Igazából pár tűszúrásról beszélünk, és másnak új életet adhatunk. Úgyhogy a megelőzés, és mindenképpen véradás, hogyha szabad ezt kérni. Marian? Személyes példámat szeretném elmondani, minden rettentő példa. Tehát én sokkal olcsóbban megúszhattam volna ezt a dolgot, hogyha utólag mondhatom, hogyha okosabban kezelem. Én ugyanis azt a csomót már 2015. februárjában észleltem a mellembe. Kicsit furcsa helyen volt, mert valahol a bordám, nem, igazából én úgy éreztem, hogy a bordámon van, és ugye jogaoktatóként, hát nyilván sok orvos vendégem is volt, és nyilván beszéltem mindegyikkel, és hát ugye ami nagyon érdekes, hogy orvosként is azt mondták, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert te egészségesen élsz, ez így majd elmúlik. Jó, és aztán tulajdonképpen egy x-edik orvos tanácsára mentem el, novemberben itt Fehérváron az első olyan vizsgálatokra, amik kimutatták azt, hogy itt bizony nagy a baj, tehát, hogy minden jelre menni kell. Hogyha nem megyünk már csak úgy preventíve el egy rákszűrésre, akkor ha bármilyen apró jelet érzünk magunkon, akkor viszont nagyon-nagyon gyorsan. Mikor bekerültem Székesfehérváron az onkológián Szántó doktor úrhoz, és nézte a papíromat, és mondta, hogy és mit csinált februártól decemberig? És csak szégyeltem magam, megmondom őszintén, mert én is így utólag őrületes butaságnak tartom, amit csináltam. Egy egészen apró műtéttel megúszhattam volna, hogyha időben elmegyek. És nincs ez a tortúra, hogy kemoterápia és sugárkezelés és minden, ami aztán ezzel jár.
Úgyhogy ez egy olyan tanács, amit tényleg mindenkinek nagyon javaslok megfogadni, mert ugye itt mennek a köztudatban azok a dolgok, hogy a kemoterápia, hogy ezért mennyi pénzt kap a kórház, és egyáltalán, hogy ez az egész egy nagy üzlet. Én nem mondom azt, hogy így van, sem azt, hogy nem így van. Egy viszont egészen biztos, az alternatív orvoslás ugyanúgy a pénzről szól. Tehát ott is meg kell venned azokat a gyógyszereket, vagy gyógykészítményeket, ugye nem gyógyszereket, hanem gyógykészítményeket, iszonyatos pénzeket áldoznak rá emberek, és amikor olyat hallunk, hogy de ő nem is vette igénybe a kemoterápiát, és ezt tette, és meggyógyult, az egyáltalán nem biztos, hogy attól van, hogy ő azt az utat választotta, hanem ugye annyiféle ráktípus van, annyiféle fajtája van már, hogy meg lehet így is úgy is gyógyulni. Én azt gondolom, hogy hallgasson mindenki az orvosra, és menjen el mindenki minél többször szűrésre. Reméljük, hogy a hölgyek, a mi esetünkben hölgyek megszívlelik ezt az üzenetet, és a férfiaknak mit kéne megszívlelni? Igen, nem véletlenül rózsaszín fehér szalag, ugye rózsaszín a hölgyeket, a fehér szalag pedig a férfiakat, és hát az sem véletlen, hogy a rózsaszín szalag a nagyobb, tehát én azt kérem minden hölgy kedves tévénézőtől, fogja kézen a saját férfi családtagját, ne csak a párját, családtagját, és igenis kényszerítsék arra, hogy rendszeresen menjenek szűrésre. Ugye a mi betegségünkről annyi információt látunk már, hogy egyre alacsonyabb életkorban kezd jelentkezni. Ugye korábban ez 60-as évekre csodott, egy picit későbbre, most már egyre jobban kezd az életkor, fiatalabb életkorban is kezd ez a betegség megjelenni, tehát ne legyen életkorhoz kötve, inkább azt mondom, hogy 40 év fölött már mindenképpen célszerű, és még egyszer a hölgyek fogják kézen a szemérmes férfi családtagjaikat, és igenis kényszerítsük arra, hogy menjenek el rendszeres szűrésre. Legyen az bármilyen szűrés. Ha szabad mondjam, egyébként éppen egy hónapon belül pár hete gondolkoztam rajta, hogy a 41 éves vagyok most már, hogy ez a szűrés még kimaradt részemről. Eddig gondolat volt, most már úgy gondolom, hogy tettek is fogják követni. No, mi meg azt gondolom, hogy a vizsgálatainkon sorozatosan átesünk, de mondjuk a vérvételre akkor lehet, hogy egy kicsit nagyobb. Mindenki is megfigyeljetek rá, igen, és mindenki. Nagyon fontos. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hát nem mondanám azt, hogy ez egy nagyon vidám műsor volt, hiszen hát a témánk sem volt túl vidám, de én azt gondolom, hogy nagyon jó példát mutattok egyrészt azoknak az embereknek, akik hasonló cipőben járnak. Én kívánom, hogy ne sokan kerüljenek bele azokba a helyzetekbe, amiben mi benne voltunk. Kicsit néha könnyeztünk, de azt hiszem, hogy ezekért a csillogó szemekért megérte, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok nektek minden területen. Én kívánom magunknak, mint ahogy Maria mondta a műsor legelején, hogy 20 év múlva ugyanitt. Így van. Reméljük, ez így lesz. Írjuk 2040-ben megismételjük. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Én pedig önöknek azt szeretném üzenni, hogy mindenképpen fogják meg a társuk, legyen férfi vagy nő kezét, és menjenek el a vizsgálatokra, vagy csak önszántukból, mindenképpen megéri és érdemes. Köszönöm szépen, lesz még nálatok mizu, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!